Minden szentek és halottak napja alkalmából a péterrévei temetőben az 1944-45-ös megtorlás ártatlan magyar áldozatairól is megemlékeztek. Lelki üdvükért Baranyi László helybeli plébános mondott imát. Hogy megemlékezzünk, az nagyon fontos, hogy a helyékre kerüljönnek a dolgok, hogy tudjuk azt, hogy 1944-45-ben miért is történtek ezek az események, és hogy mindenki a hozzátartozójának meg tudja adni a végtisztességet, amit nagyon sok éven keresztül nem tudott megtenni. Szívében hordozták ezeket a sebeket, és végső ideje, hogy a megnyugvás és a megbékélés pillanatai elérkezzenek mindannyiunkhoz. Péter révén a szemtanúk állítása szerint 1944-ben és 45-ben több mint 300 ártatlan magyar vesztette életét. Minden szentek ünnepén ünnepeljük a megdicsőlt lelkeket, akik már a mennybe jutottak. Ezért is minden szentek ünnepe, hogy így mondjuk, valóban ilyen dicsőséges ünnep, hiszen hálát adunk a mindenható Istennek, szentjeinkért, akik értünk közben járnak. Halottak napján viszont megemlékezünk azokról, akik még a tisztulás folyamatán mennek át. Az áldozatok hozzátartozói mellett a helyi önkormányzatnak és a magyar pártok helyi szervezeteinek a képviselői is elhelyezték a kegyelet virágait a ravatolózónál felállított emléktáblánál.